első napirendi pontként újra módosítani akarta az Éjjel Szexárd frakció az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Azt szerették volna beleírni, hogy plusz pénzt kapjanak az önkormányzattól azok a képviselők, akik a városházán végzett munkájuk miatt elesnek a civil bérük egy részétől. Érkeztek ilyen képviselőkérések, korábban nem volt szabályozva az SMS-ben, de természetesen a törvény lehetőséget ad rá, tehát az M5TV úgy szól, hogy a képviselőt a munkáltatója köteles mentesíteni a munkavégzés alól a képviselői munkájának a végzéséhez szükséges időtartamban, és az így kieső jövedelmét kérheti megtéríteni a képviselőt a képviselőtestülettől, közgyűléstől. Ahogy a jegyző is mondta, erre eddig még soha nem volt példa Szexárdon. Most viszont több képviselő is adott be ezzel kapcsolatos kérelmet. Úgy tudjuk, valamennyien az Éjjel Szexárd tagjai. A voksoláskor viszont a többségi frakció mégsem szavazta meg a saját maguk által benyújtott javaslatot, mert nem tudták, milyen szabályok vonatkoznak a szavazásra. Ezért több napirendi ponttal később Bamba Gábor, az Éjjel Szexárd frakció elnöke azt javasolta, újra voksoljanak a képviselőiknek járó plusz juttatásról, amit másodszorra sikerült megszavazni az Éjjel Szexárd frakciónak. Szerettük volna megkérdezni Bamba Gábort, miért látta indokoltnak, hogy plusz juttatást szavazzanak meg a saját képviselőiknek, miközben az ő döntésük nyomán több munkavállalónak felmondott az önkormányzat, mások pedig az emiatt keletkezett kifizetetlen plusz munka miatt távoztak, ám az Éjjel Szexárd frakció vezetője nem válaszolt a kérdésünkre. A napirendi pontok között szerepelt a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő is. Ezzel kapcsolatban a pénzügyminisztérium néhány napja levélben azt írta az önkormányzatnak, hogy nem ad az állampénz Szexárdnak, ha a beruházás másik helyszínen valósul meg. Az Éjjel Szexárd frakció viszont az egyértelmű állásfoglalás ellenére is új helyszínt keresne, és továbbra is bízik az állami támogatásban. Hívjuk fel a polgármestert, hogy a helyszínmódosításra tekintettel a pénzügyminisztérium 2020. július 28-ai állásfoglalása alapján a forrásegyeztetést követően új projekt ötletként az új helyszínre nyújtson be támogatási kérelmet. Végül a jegyző magyarázta el az Éjjel Szexárd frakció tagjainak, hogy a pénzügyminisztérium nem hajlandó új helyszínekről egyeztetni, ezért Szexárd a korábban megítélt 80 millió forintot már biztosan elbukta, ha nem a Szabó Dezső utca mellett épül meg a rendelő. Nincs mód módosításra, csak a jelenlegi pályázat visszavonására és új pályázat benyújtására. Tudom, hogy ez talán mindegynek tűnik, tehát az elényik, hogy helyszín módosításra van szó, vagy lehetőség, de a pályázat módosítására nincs. Ez azért nem mindegy, mert ugye akkor ezzel a pályázattal viszont el kell számolni, vissza kell fizetni a lehívott támogatásra, többi. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, az önkormányzat már több 10 millió forintot elköltött a rendelkezésre álló 80 millióból, ezért ha az Éjjel Szexárd továbbra is ragaszkodik az új helyszínhez, akkor a kárért a felelősséget nekik kell vállalniuk. Azt a többlet költséget ezért én nem szeretném bevállalni, hogy most 30 millió forintot visszafizetünk. Tehát itt a Fidesz frakció álláspontja ebben az esetben az, hogy ezt döntse el a többségi frakció. A napi rendi pontok között szerepelt a városba tervezett rekreációs központ is. Ez eredetileg az épülő úszoda mellett kapna helyet, és a Modern Városok szerződés is ide szól. Az Éjjel Szexárd viszont a beruházást bevinné az életveszélyesé nyilvánított régi úszoda épületébe. A Fidesz frakció vezetője szerint ez veszélyes és felelőtlen döntés. Ezért Máté Péter most azt javasolta, hogy inkább végeztessenek el olyan módosításokat az eredeti helyszínen, ami az Éjjel Szexárd tagoknak is megfelel, de a központ semmiféleképpen kerüljön az életveszélyesé nyilvánított régi úszoda épületébe. Az volt a legfőbb problémája a Éjjel Szexárd frakciónak, hogy a víz alatti épületrészek hiba lehetőséget jelentenek. Ez így is van, tehát a szigetelésnél beszivároghat a víz. Hát vízszint alá ne építsünk abba a rekreációs központba, és a vízszint fölött legyen az építmény és az eredeti helyszínen. Ez volt a javaslatom. Ezt Zaják Rita, az Éjjel Szexárd frakció tagja is támogatta, és eszerint is szavazott. A frakciója többsége viszont ragaszkodott az életveszélyes régi úszoda épületéhez. A közgyűlés után szerettük volna megkérdezni Zaják Ritát is, mit szól ahhoz, hogy az Éjjel Szexárd frakció egyszerűen semmibe vette a javaslatát. Ő azonban nem válaszolt a kérdésünkre.